A Jobbik egy csapdahelyzetben van, nem tud jót lépni. A tegnap esti választási eredményt értékelte így Szegedi Csanád a Húzósban. A Jobbik volt EP képviselője szerint 2009-hez képest megtorpant a párt támogatottsága. Azt sem tartja kizártnak, hogy hamarosan belső ellenzéke is lesz Fona Gábornak. Beszélt a Jobbik támogatóiról is. Miért kell bankszámla? Elég egy táska. Így ment? Elképzelhető. Nem cáfolta, hogy iráni, orosz vagy akár török vállalkozók is vihettek táskában pénzt a pártnak. Egy példával magyarázta, hogy működött a rendszer. Miért ne támogathatna egy török kebabos egy pártot Magyarországon? Lehet, hogy a kebabos az nem a saját pénzét fogja betenni, hanem őt először behívták a... És nem is 10 milliót? Én az én tudomásom szerint, vagy azt hiszem, az én megérzésem szerint inkább itt több 10 millió forintról van szó. Hát válaszok ketté a dolgot. Az első, ami számomra a legérdekesebb, ez a külföldi finanszírozás. Én nem tudom, hogy a alkotmányvédelmi hivatal, jól mondom, ugye AVH, annak nem az volna a dolga, hogy pontosan forintra tudja, hogy ki honnan kap, különösen furcsa országokból, Iránból, meg innen onnan pénzt. Szóval egyszerűen ez kérdés lehet. És állandóan lebegtetik, De van miért? Hát biztos tudja, csak megfelelő pillanatban kell szivárogtatni. Mint ahogy ez a kémügyel is megfelelő pillanatban történt. Igen, hát igen, ez a kémügy, ez gyönyörű volt. Szóval már múltkor mondtam, amikor a Magyar Nemzetben azt olvastam, hogy fokozódott az orosz kémtevékenység Magyarországon, Ez hogy? Megtelefonálták nekik? Vagy mi a jó Isten? És gondolom, a feleségemnek itt most letartóztatás következik. De ami egész döbbenetes, ahogy ez az egész így elő van készítve. Hát maga az izraeli kém, vagy mi az Isten izraeli ember? Elszólta magát. Ja! Ez lesz ide kiírva, Borgul András izraeli kém. Több furcsa és nem tudom, szálon is ugye... Én egy Csanádról szeretnék beszélni igazából, nem is a pártfinanszírozásról, hanem beszélek bocsánat, nálam. Bocsánat, én a Csanádról mindenképpen akartam beszélni, de akkor ezt hagyjuk a francba, ezt a KGB lát meg az összes többi iráni orosz pénzt, meg kinek adják, meg hova adják. Azért ne hagyjuk, mert ugye a pénzt adni nem szoktak jó fejségből, azért valamit mindig kérnek. Igen, és egyébként mindegy, tényleg tudok olyan példát mondani, én mikor a... Hát remélem, ez nem titkosított adat. Tehát én amikor az izraeli hadseregben szolgáltam, akkor még létezett egy olyan, hogy dél-libanoni hadsereg, ami a dél-libanoni keresztény lakosságból állt föl, és ők fizetett alkalmazottai voltak az izraeli államnak, ami úgy történt, hogy mi, akik ott voltunk a frontvonalon, kaptunk ennyi dollárt, azt aláírtuk, elvittük a kerítéshez, és azt átadtuk oda a megfelelő tábornokoknak, és ők remélem tovább kiosztották. Ha ez elképzelhető, tehát úgy éreztem magam, mint a Lehel piacon, mielőtt Izraelbe mentem, hogy veszek 2 kiló almát, csak itt jön egy iszonyatosan ki tábornok, és annak adok pénzt, meg is számoljuk, így a 10, a 20, a 30, a 40, így. Abszolút ebből a szempontból elképzelhetőnek tartom, hogy jön egy török kebabos, idézőjelbe teszem természetesen, és átad x millió forintot. Nincs ebben semmi, még csak meg se lepődöm. Egyébként ezt nem szoktam mesélni, de tényleg így történt. A rendszerváltás után az amerikai nagykövetségről fölhívtak, hogy jön egy amerikai professzor, aki a magyar médiát tanulmányozó, és engem, mint egyetemi oktatót szeretne megismerni. És akkor óriási pénzösszeggel egy éves ösztöndíjat kínáltak, ha kimegyek az Egyesült Államokba, és ha hazajövök, akkor tartjuk az egyetem közti kapcsolatokat, és nincs más dolga, mint a magyar politikai elit tagjainak a profilját megírni. Aztán jöttek a németek, a német nagykövetség, ők is ösztöndíjat ajánlottak, mint német származásúnak, és azt mondták, hogy az ösztöndíj után nem van a más dolgom, mint Magyarország és Németország közti kapcsolatokat erősíteni valamelyik pártban. De mondom, nem vagyok pártag. Azt mondom, hogy kiválasztjuk, hogy melyik lesz az. Tehát ezt csak arra fölmondom, hogy KG Béla... Jó, annak idején ezt jelentettem illetékes helyeken, hogy milyen kísérletek történtek, de KG Béla nem jelentette ezek szerint. Na, beszéljünk arról a család gyerekről. Hogy van maguknál? Betérni, kitérni, vagy mi a túró? Ezt sose tudtam megjegyezni, megmondom őszintén. Nem kellett neki betérni, tehát hogy halakikusan a zsidó jog szerint zsidó, úgyhogy kész. Azt kérdezzem meg, hogy és... Neki? Aha,
Most, hát hogy... én nem nyilatkozhatok az ő nevében. Hát, de hát magad tudja a szokásokat. De én azt gondolom, hogy ha ő eljár abba a zsinagógába, ahol eljár, akkor azt gondolom, hogy igen. Felnőtt korban az kegyetlen dolog lehet. Nagyon fájdalmas. Megszenvedett ez a csodád a dolgait. Bibliában is le van írva, hogy metélés után nem lehet harcolni meg minden. Igen. Ezt most nem értem. Mi hogy, hogy metélés után? Hát ugye belázasodnak a felnőtt férfiak. Hát nem lehet mozogni, tehát hogy ott felszakadnak bizonyos varratok, amik... Kőkeményen lebetegszenek utána. Persze, igen, hát én ezt nem tudtam. Hát akkor nekem már is ment a kezem az egészt. Mégsem akar zsidó lenni. Eddig sem nagyon akartam, de... Na most ment el a kedvem. Most ment el a kedvem az egészt. Na szóval maguk ezt a... Így, maga nem vallásos zsidó, ugye? Nem. De hát azért csak... ugyanaz vagyok. De azért megbeszélték egymást közt. Nem örültek annak? Az interneten valahol nagyon vallásos vagy. De azt nem én mondtam magamról, hanem valaki más mondta. Na mindegy, szóval maguk körében örömmel vették, hogy, hogy nem túl népes csoportjuk egy taggal szaporodott? Voltam ott a zsinagógában is, aminek tagja lett Csanád, nagyon-nagyon kétkedéssel és nehezen fogadják, és tényleg az van, hogy ugye 5774-et írunk, tehát hogy szépen lassan majd a következő 1500 év dönt Csanádról, addig igyekezzen ez a javaslatunk. Jó, szóval azért a Jobbik politikájának az antiszemitizmus csak egyik része, a másik része a rasszizmus, és azt nem láttam, hogy olyan nagyon igyekezett volna, amikor ő 2008-ban, ha jól emlékszem, szó szerint cigány tenyészetekről beszélt. Ezt a részét úgy annyira nem nyomatja, szóval ez nekem nagyon nincs rendben, ez a szegedi történet. Tehát, hogy azért nem kér elnézést, hogy azt nem hozza föl, mióta megtért? Hát, igen. De ez nem biztos, hogy olyan, amiért így elnézést kérünk, és akkor rendben van. De abszolút egyetértek, hogy... persze. Szóval egymás mellett ültünk a Csanáddal egy darabig, így jut a Morvai Krisztina, és úgy jut a Csanád, és mikor a Morvai Krisztina felállt, és bejelentette nekem, hogy most Bandi, most hozzá fogok szólni, és izguljon, mert ő is izgult, és felállt, és elkezdett így gátlástalanul cigányozni, meg zsidózni, meg minden. Akkor a Csanádot lelkes képpel ült mellette, és tapsolt neki, meg minden. Szóval én nem szeretem az ilyen embereket, őszintén szóval. Na most ezek után én csak azt tudom mondani, hogy nekem ez az ember bármit is mond bármit a televízióban, van. Nem forrás, nem jelent semmit. Tehát az, hogy ő azt mondja, hogy innen meg onnan török kebabba, stb. Nulla. Mintha semmit nem mondott volna. Ezek mikor igazat mondnak, akkor sem mondanak igazat. Persze. Szóval. Jó, akkor most reklámszünet, aztán folytatjuk.